Áldottas Atya és Fiú és Szent Léleknek országa most is mindenkor és örökön öröké. Békességben könyörögünk az Úrhoz. Amennyi békért és lelkünk üdvösségéért könyörögünk az Úrhoz. Az egész világ békességéért, Isten szent egyházainak jólétéért és minnyájunk egyesítéséért könyörögjénk az Úrhoz. Ezen szent hajlékért, mindazokért, kik ide hittel buzgósággal és isteni félelemmel járnak, könyörögjénk az Úrhoz. Isten szerető Milánélus püspökeinkért, tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjénk az Úrhoz. Ezen községért, minden városért, községért és vidékért is, az azokban lakó hívekért könyörögjénk az Úrhoz. A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségért és békességes időkért könyörögjénk az Úrhoz. A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek szabadulásáért könyörögjénk az Úrhoz. Isten szolgáiért, Károly Júlia, Júlia József, Ilona Zoltán, Mihály, Mária László, Jenő Margit, János, János, Ernő, György István, Anna József, Sándor, Mihály, Mária, Gábor, Júlia, János, Gábor, János, Mária, Miklós, Attila, Petronella, Anna, Sándor, Ferenc, Ernő, Oxana, János, Erzsébet, József, Rozália, Mihály, Anna, Mária, György, Anna, János, Mária, Mihály, 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 Mária, Ilona, Margit, Rudolf, Pál, János, Erzsébet, Márta, Anna, Jóska, Erika, Mihály, Ilona, Mihály, Pavlo, Andrei, Pavlo, Maria, Elizaveta, Maria, Oksana, Ivan, Vasil, Mihailo, Irénke, Jóska, Margit, Sándor, István, Irén, Ilona, boldog emlékükért össze szándékos és nem szándékos bűneiknek bocsánatáért, könyörögjénk az Úrhoz. Hogy elítélés nélkül jelenjenek meg Krisztus félelmetes ítélő széke előtt, hogy helyeztessék el lelkük az élők sorában a világosság helyén, ahol minden szentek és igazak megnyugosznak, könyörögjénk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjénk az Úrhoz. Oltalmaz, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket Isten a te kegyelmeddel. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Isten szülős mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást, egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is, mindenkor is, örökön öröké. Thank you.
bölcsesség igaz hívő. Szent vagy te mi Istenünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is, mindenkor is, örökön öröké. Thank you.
figyelmeszünk, békesség minnyájatoknak, bölcsesség figyelmeszünk. Bölcsesség, figyelmeszünk. Békesség néked, bölcsesség, figyelmeszünk. Bölcsesség, igaz szívük, hallgassuk a Szent Evangéliumot, békesség minnyájatoknak. Szent Lukács evangéliumának olvasása. Figyelmeszünk! Azon időben egy törvénytudó jött Jézushoz, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte, Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint önmagadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól, de ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rabló kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de mikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy levita is odaért arra a helyre, és mikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő szamaritánus pedig, amikor odaért hozzá is meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dinárt, odaadta a fogadósnak és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz-e három közül, ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Krisztusban, kedves testvérek! Ha visszaemlékszünk iskolás éveinkre, gyerekeknek nyilván nem nehéz, hiszen még itt tartanak, akkor jól emlékszünk arra, hogy egy dolog valamit tudni, és egy másik megérteni. Meg lehet tanulni hosszabb szövegeket is, anélkül, hogy értenénk, hogy mit akar az a szöveg jelenteni, és valahogy így volt, és így van ma is nagyon sokszor az ember az Isten dolgaival, hogy bár tudunk dolgokat, tudunk parancsokat, de hogyan régen, úgy ma sem mindig jól értelmezi, vagy jól érti az ember. Itt van ez a törvénytudó, ugye próbára akarja tenni Jézust, ő tudja a parancsokat. Ahogy nagyon sok társa, kortársa az akkori zsidó társadalomban tudták a parancsolatokat,
de nem mindig helyesen értelmezték. Elhangzik a kérdés, hogy ki az én fele barátom, gyakorlatilag ezzel azt kérdezi, hogy ki az, akire számíthatok? Ki az, akitől segítséget remélhetek? És Jézus megfordítja ezt a kérdést, és azt kérdi tőle, hogy mit gondolsz-e három közül, ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Jézus szemszögéből, az ő látásmódján keresztül ugye az lesz a fele barát, aki segítségre szorul. Egészen másként kell látnunk a fele barátot, akkor, mikor Jézussal együtt próbáljuk látni és értelmezni ezt a fogalmat. Tehát egy nagyon nagy kérdés, hogy úgy keresem-e a fele barátaimat, és kizárólag úgy, hogy nekem ki segíthet. Ugye ezt a világ valahogy így fogalmazza meg, kivel érdemes jobban lenni, vagy pedig az Isten szemléletén keresztül, hogy ki az, akinek én a segítségére lehetek. De nézzük meg, hogy mit is tesz itt a pap, a levita, akik szintén tudják a törvényt, de nem érnek rá, mennek tovább az úton. Nem akarnak tisztátalanná válni, nem akarják saját céljaikat, feladataikat háttérbe szorítani, úgy vannak vele, hogy majd megoldja valaki más. Ez a szemléletmód ténylegesen kísérti a ma emberét is, hiszen ha végig tekintünk az életünkön, de nem is kell olyan nagy távlatokban gondolkodni, végig tekintünk egy hetünkön, hányszor adódik olyan lehetőség, hogy valami jót tegyünk. De úgy vagyunk vele, hogy megteszi majd valaki más, legalábbis megkísért minket ez a gondolat. De a szamaritánus megáll. Nyilván számára is lett volna mit tenni. Nyilván ő sem csak úgy sétálgatott ezen az úton, ahol ténylegesen gyakran voltak rablótámadások. Jézus nem véletlenül ezt a szakaszt említi, vagy emeli ki a kis példabeszédében. De mégis megáll és vállalja a kockázatot, hogy esetleg neki is baja lesz. És hát itt az első mozzanatnál a szamaritánust illetőleg észre kell vennünk, hogy Jézus is nagyon sokszor megállt. Meg tudott állni akkor, amikor valaki segítségre szorult, amikor gyógyított, tanított, de meg tudott állni akkor is, amikor egyedül elvonult valahová, amikor töltekezett, amikor imádkozott. És nyilván innen merítette az erejét a cselekvő szeretet véghezviteléhez, és talán több időt kellene olykor nekünk is szánnunk, illetve átgondolni, hogy hogyan is van ez a mi életünkben, hiszen meg kell állnunk, nyilván minden vasárnap, ünnepnap, meg hétköznap is, amikor itt liturgiát végzünk, közösen állunk meg, dicsőítjük az Istent, azért, hogy aztán, amikor kimegyünk a hétköznapokba, amikor visszatérünk a szeretteinkhez, akkor tudjuk azt a kegyelmet, azt a szeretetet továbbadni, amit kaptunk az Istentől. Lehajol, hiszen ahhoz, hogy fertőtlenítse a sebeit a borral és olajjal, az értékeivel, hiszen egy-egy úton többet ért ez, mint a pénz, lehajol és nem leereszkedik hozzá. Ez nagyon fontos, hogy mikor segíteni akarunk valaki, legyen az családon belül, vagy azon kívül, ne leereszkedjünk, ne éreztessük, ugye, hogy mi most valami jót teszünk, hanem hajoljunk le. És a legjobb példa erre maga az Isten, aki csecsemőként érkezik ugye ebbe a világba. Az ő egyszülött fia úgy hajol le, hogy törékeny emberként lép ide közénk. Nagyon fontos kérdés, hogy vajon merünk-e időnként fertőtleníteni, hiszen akinek már fertőtlenítettek valamilyen sebét, vagy sebét, az tudja, hogy az csíp, az kellemetlen, és az fáj. De ezt követően indulhat meg csak a gyógyulás. És amikor bűnbánatot gyakorol az ember, amikor az Isten előtt megáll, akkor bizony ez egy nehéz dolog.
Bizony nehéz letenni a bűneinket, megbánni az Isten előtt Szent Jónásban, de az Isten így gyógyít minket. És hát a szeretet készséges kell, hogy legyen arra családon belül, barátságon belül, és sorolhatnánk. Készséges kell, hogy legyen arra, hogy néha tudja fertőtleníteni a másikban lévő negatív dolgokat, tudja azt szeretetével gyógyítani és ápolni. Gondját viseli ez az ember úgy, hogy nem vár dicséretet. Úgy, hogy nem tud róla tulajdonképpen senki, a fogadós, de hát nyilván ő teszi a dolgát, illetve ez a bajba jutott ember, aki vagy felébredt, vagy még eszméletlenül ott gyógyulgatott, és az az ember tud, kedves testvérek, így cselekedni, elismerést nem várva, pusztán az Isten dicsőségére, aki érti az Istent, nem csak tudja a törvényeit, és Jézus maga mondja el, hogy atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Talán ezeken gondolkodjunk el a mai vasárnapon, kedves testvérek, és bizonyára az életünkben, emberi kapcsolatainkban van néhány olyan mozzanat, ahol Jézusnak a mondata, a felhívása nagyon is aktuális. Menj és cselekedj te is hasonlóképpen. Amen. Mondjuk mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Mindenható Úrunk, atyáinknak, Istenek, írünk téged, hallgass meg minket és könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj. Könyörögjünk még Isten szerető Milánélus püspökeinkért, lelki atyáinkért, és Krisztusban minden atyánk fiáé. Esedezünk még hozzád, Úrunk, Istenünk, hallgass meg imádságunk, könyörgésünk szavát, könyörülj jelenlévőkön, szeretteiken, igazokból távol levőkön, kegyelmeddel és irgalmasságoddal és teljesítsd összes jó kérelmeiket, bocsásd meg minden szándékosan akaratlanul elkövetett vétkeiket, attól kedvesek legyenek imádságaik, és irgalmas cselekedeteik a te felséged királyi szék előtt. Oltalmazd őket minden látható és láthatatlan ellenségtől, minden incselkedéstől, bajtól, aggodalomtól és betegségtől. Hagyd nekik egészséget és hosszú életet, mondjuk minnyájan, Urunk, hallgass meg minket is, könyörülj! Kincs kegyes szemekkel ember szerető uralkodó, megemlített szolgáidra, valamint László Jolán, Pál Olga, Sándor, Dániel, Krisztina, Vanessa, Diana, Iván, Tímel, János, Mária, Dániel szüleire, nagyszüleire, János, Erika, Nikoletta, Marika, családjukra, László, Svetlána, Vanessa, Lacika, Ilona, Gábor, István, családjukra, Hanna, Bianca, Anita, Attila, Magdolna, István, Irén, Mariannára, családjára, Nikoletta, Beatrix, Gyöngyi, János, Viktor, Gyöngyi, Vitali, Alexandra, Gyöngyi, családja, Dominika, Krisztián, Márk, János, Mária, Mihály, Mária, Bianca, Diana, Pál, Ádám, Bánk, Évike, Csaba, Alexandra, István, szüleikre, nagyszüleikre, Gabica, Fanni, Kevin, Mihály is, családjára, Lulántra, családjára, Mária, Erika, Anita, Sanyi, Jolán, Józsi családjaikra, Krisztiánra, családjára, születésnapját ünneplő Olga szolgálódra, Ernő, Ilona, Attila, Andrea, Ernő, Magdolna, Róbert, Katalin, Robika, Anna családja, József, József, Ilona, Beáta családjukra, Miklós, Éva, László családjukra, kegyelmeddel és irgalmasságoddal, és hallgass meg hittel felajánlott esedezéseinket, mert magad mondád, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, amit imádkozva kértek és meg lesz nektek, és ismét kérjetek és adatik nektek, azért mi is bármiltatlanok. Bízva irgalmadban kérünk téged, add a te kegyelmedet szolgáidnak, teljesítsd jó kívánságaikat, hűrizd napjaikat, békés, csendes, egészséges és hosszú életben, mondjuk minnyáján gyorsan hallgass meg minket is, kegyesen, könyörülj!
az itt jelenlévő tőled nagy és bűkegyelmeket váró népért, ami jó tevőinkért és minden igaz hitű keresztényi. Mert irgalmas és ember szerető Isten vagy, s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is, mindenkor és örökön öröki. Ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmazd, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket Isten a te kegyelmeddel. Bölcsesség, hogy hatalmad által mindenkor megőrizve dicsőítsünk téged, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is, mindenkor is, örökön öröki. Szentséges főpásztorunkról, Ferenc pápáról, Isten szerető Milánilus püspökeinkről, az összes papságról, az egész egyházi rendről, ezen szent hajléknak boldog, örök emlékű alapítóiról és jótevőiről, és minnyájátokról igaz hitű keresztények, emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most is, mindenkor is, örökön öröki. Isten fiú József. Te egyszülött fiadnak irgalma által, kivel áldott vagy legszentebb jóságos elevenítő lelkeddel együtt, most is, mindenkor is, örökön öröki. Békesség minnyájatoknak. Szeressük egymást, hogy egyetértőleg valljuk. Krisztus közöttünk, Krisztus közöttünk, Krisztus közöttünk, Krisztus közöttünk. Közöttünk, Krisztus közöttünk, Krisztus közöttünk. Az ajtókat bölcsességben figyelmeszi.
Álljunk illően, álljunk félelemmel, figyelmezzünk, hogy a szent áldozatod békességben fülolyan jól. A mi Urunk Jézus Krisztus malasztja az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek közöltetése legyen minnyájatokkal. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát az Úrnak. Győzelmi éneket énekelvén, kiáltván, hangoztatván és mondván. Egyétek, ez az én testem, mely érettetek, megtöretik a bűnök bocsánatára. Igyatok ebből minnyájan, ez az én vérem az új szövetségé, mely érettetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Tiédet a tiéd bűl, néked ajánljuk fel, minnyájunkért is mindeneké. Képen legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkért az Isten szülő és mindenkor szűz Máriáé. Yeah.
Az első között emlékezzél meg, Urunk, szentséges főpásztorunk Ferenc pápáról és Isten szerető Milánilus püspökeinkről, s tartsd meg őket szentegyházaidnak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben, a te igazságod igényének helyes hirdetésére. És ad, hogy egy szájjal és egy szívvel dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, most is, mindenkor is, örökön öröki. És legyen a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme minnyájatokkal. Minden szentekről megemlékezvén ismét és ismét békességben könyörögjénk az Úrhoz. A bemutatott és megszentelt drága ajándékokért könyörögjénk az Úrhoz. Hogy a mi kegyelmes Istenünk kedves lelki ladjanánt elfogadván azokat szent mennyi és szellemi oltárára, küldje el nekünk Isteni malosztját, s a szent lélek ajándékát, könyörögjénk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjénk az Úrhoz. Oltalmazd, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Hogy ezen egész napot tökéletesen szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. A békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőjét, kérjük az Úrtól. Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését, kérjük az Úrtól. Jókat és hasznosakat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól. Hogy életünknek hátra levő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Hogy életünket keresztény módon gyötrelemi szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetesít élő széke előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. A hitnek egységét, s a Szentlélek közöltetését kérvén önmagunkat, egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek olyan jó. És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennyei Isten, atyánknak nevezni és mondani. Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most is, mindenkor is, örökön öröki. Békesség minnyájatoknak, helyeteket hajtsátok meg az Úrnak. Ha te egy szülött fiadnak kegyelme, irgalma és ember szeretete által, kivel áldott vagy legszentebb jóságos elevenítő lelkeddel együtt, most is, mindenkor is, örökön öröki. Gyelmeszünk szentség a szenteknek. Thank you.
Isten félelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek. Isten. Másik kezedbe fogjad. Üdvözítsd Isten a te népedet, és áld meg a te örökségedet.
a mi Istenünk. Öröktől fogva most is, mindenkor is, örökön öröki. Igaz hívő, Krisztus ülvény, Krisztusnak szent, legtisztább, halhatatlan mennyei elevenítő és vilelmetes titkaiban, méltóan adjunk hálát az Úrnak. Oltalmazd, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Ezen egész napnak tökéleteszen, békességes és vítek nélküli eltöltését kérvén, önmagunkat, egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek olyan jó. Mert te vagy a mi megszentelésünk, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is, mindenkor is, örökön öröki. Békével távozunk, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, ki megáldod a téged áldókat, és megszenteled a benned bízókat, üdvözítsd népedet, és áld meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg. Szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik, te viszont dicsőítsd meg őket isteni erőddel, és ne hagyj el minket, kik benned bízunk. Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjaidnak, hazánknak, nemzetünknek, s minden népednek, mert minden jó adomány is, minden tökéletes ajándék felülről van leszállván tőled a világosság atyától. S téged dicsőítünk, imádunk, néked hálát adunk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is, mindenkor is, örökön öröki. Az Úr áldása rátok az ők hegyelmével és ember szeretetével, mindig most is, mindenkor is, örökön öröki. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked. Halottaiból föltámadt Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának szent dicső, mindenek fele dicséretes apostoloknak, aranyszejű Szent János Konstantinápoly főpüspökének, boldog Tudor fölszentelt vértanúnak, Szent Lukács evangélistának, kinek emlékét tiszteljük szent és istenéltségű atyáinknak, és minden szenteinek esedezései által, könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.